Koszorúzással egybekötött ünnepséggel emlékeztek hétfő délelőtt Kossuth Zsuzsannára, Magyarország első főápolójára a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban. A megemlékezésen többek közt részt vettek a kórház vezetői, valamint a város és az önkormányzat képviselői. A Magyarországgyűlés 2014-ben nyilvánította február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna születésnapját a Magyar Ápolók napjává. Nyakas Eszter a kórház ápolási igazgatója, beszédében Kossuth Zsuzsanna élettörténetét idézte fel, kiemelve, hogy manapság is megvannak a jelenkor Kossuth Zsuzsái. Ezt az ünnepséget a Szent György Kórházban hagyományosan rendezzük meg, kezdve a Kossuth Zsuzsanna szobor koszorúzásával, és ezt követően pedig egy közös ünnepséggel. Ellen ünnepség alatt az év ápolóját, az év asszisztensét köszöntjük, és választottuk meg, és köszöntjük őket, illetve az év tiszteletbeli ápolóját, aki egy kórháznak egy olyan munkatársa, aki nagyon sokat tett az ápolói társadalomért. Kovács Attila, a kórház megbízott főigazgatója, szintén nagyon fontosnak tartja, hogy a kórház minden évben méltóképpen megemlékezzen az ápoló személyzet áldozatos munkájáról. Ez az a nap, amikor hivatalosan is megemlékezünk arról az áldozatos munkáról, amit az ápolóknak, nővéreknek köszönhetünk, akik tulajdonképpen a vállukon viszik a magyar egészségügyet, hiszen hiába bármilyen műszer, bármilyen szofisztikált szaktudás, hogyha az emberség nem áll mögötte, és ezt tapasztaljuk a visszajelzésekből is, és az az odaadó, odafordulás a betegekhez, amit elsősorban az ápolók tudnak nyújtani, anélkül az egész eredménytelen lehet. Az idei évben az év ápolója kitüntetést Maksi Anita, az egyes belgyógyászat osztályvezető főnővér helyettese kapta, az év asszisztensének Kövérné Szorg Máriát, a radiológiai osztályvezető asszisztensét választották. A Magyar Egészségügyi Kamara Fehérvár megyei területi szervezete elismerő oklevelet adott át pályakezdő, betegágy mellett dolgozó ápolók részére. Elismerésben részesült Jankovics Eszter, a szeptikus részleg OKS ápolója, és Menik Viktória, az általános sebészet diplomás ápolója. Tiszteletbeli ápolóvá Moncskó Valériát, a szeptikus részleg részlegvezető főorvosát választották.